a debütáló apuka következik. Egy igencsak mosolygós apuka áll velem szemben. Gratulálok a debütáláshoz és a baba érkezéséhez is. Mindenki jól van? Mindenki jól van, hál' Istennek. Köszönöm szépen, ez egy felejthetetlen nap a számomra. De mégis hogy alakult a nap? Egy kicsit mesélj róla, hiszen eléggé felgyorsulhattak az események. Hát teljesen szürreális volt az egész napom, tehát korán reggel jött egy telefon, hogy akkor elindult, jön a kisbabám a világra. Úgyhogy elindultam telkiből, elkérdeztem az edzőtől, ideértem, ilyen 3:30 tájt megérkezett a baba. Készültem, mert már nálam volt minden cucc, ami esetleg kell a mérkőzésre, úgyhogy mondták, hogy a keretbe vagyok nevezve, és akkor ilyen később meg is tudtam, hogy kezdő vagyok, úgyhogy teljesen kaotikus volt ez a nap, de elképesztően boldog vagyok. Mi az, amit így mindenből hirtelen fel lehet fogni, hiszen tényleg, ahogy mondtad, rettetesen gyorsan pörögtek az események? Hát igazából semmit, még délután még a hasa volt a kislányom, és jött az SMS, hogy amúgy kezdő is vagy, úgyhogy egyszerűen elképesztő érzés volt, de természetesen egy olyan dopping volt a számomra a mai mérkőzésre, hogy úgy voltam vele, hogy kiadok mindent magamból, amit tudok. A pályán hogy érezted magad? Fáradtam, de azt szerettem volna, hogy mindent megtegyek, minden labdáért harcoltam, próbáltam odaérni a kapu elé. Nagyon örülök, hogy a csapat nyerni tudott, azt gondolom, hogy így kell megkezdeni a felkészülést az EB-re. Igazából tényleg nagyon-nagyon boldog vagyok. Hogyan alakul majd most neked a program? Hát most holnap hazamehetek, aztán vasárnap mehetek szerintem a kisbabáért, de aztán este már edzés is lesz, úgyhogy szerencsére minden elő van készítve, készültünk erre, kicsit előbb érkezett azért a kelleténél, de szeretné ő is látni az EB-t, úgyhogy lehet, hogy ezért. Pont ezt akartam mondani, jó egészséget kívánunk, gratulálok! Nagyon szépen köszönöm!